Mikulás és karácsonyi hangulat uralkodik a Mini Manó óvoda helyiségeiben. Ezen az adventen már jelentősen felújított belső tereket díszítettek különféleképpen. Az épület tetőszerkezetét is kicserélték, a falak pedig új szigetelést kaptak. Mint azt Szőke Zoltán, tiszavasvári polgármestere elmondta, szükség volt a beruházásra, a 35 éve megnyitott intézmény állapota ugyanis nem felelt meg a 21. század által támasztott elvárásoknak. Az elmúlt időszakban a karbantartási munkákon kívül, tehát az elmúlt években a karbantartási munkákon kívül komoly felújítások nem történtek. 1986-ban épült ez az óvoda, és az akkori korszínvonal természetesen megfelelt, tehát az elmúlt évtizedek alatt tönkrement, elhasználódott, és már nem igazán kellemes és jó körülmények között voltak itt a gyerekek. Ezért fontos számunkra hogy modernizálva legyenek intézményeink, biztos körülmények között dolgozhassanak az óvodapedagógusok, és a gyerekek élhessék mindennapjaikat. Az óvodában jelenleg 92 gyermek jár, az intézmény ugyanakkor akár 110 gyermek fogadására is alkalmas. A felújításhoz szükséges támogatást a terület és településfejlesztési operatív program biztosította. Baracsi Endre hangsúlyozta, a megyei önkormányzat számára fontos, hogy a fejlesztések a következő generációt segítsék. Tiszavasvár egy stratégiai jelentőségű település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, gazdasági szempontból is, és ehhez pedig az kell, hogy valóban kiművelt emberfők legyenek majd a jövőben, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen fejlesztés, mint ez az óvodafejlesztés is, amelynek mi nagyon örülünk, és örülünk, hogy tudtuk támogatni. Ez pontosan ezt a célt szolgálja, hogy valóban olyan emberfők legyenek, és olyan gyerekek nőjenek fel itt Tiszavasváriban is, akik aztán azt a munkát, amelyet mi elkezdünk, tudják majd folytatni, és identitásukban is meg legyenek erősítve, és ezt azt hiszem, hogy Tiszavasvári önkormányzata, polgármester úr, képviselő úr, minden ezt a célt maga elé kitűzve, ezt megálmodta, és ezt a munkát végzi folyamatosan. Egy óvoda a társadalmi normákat alapozza meg a kisgyermekeknél, a megfelelő infrastruktúrális lehetőségek pedig különösen fontosak azokon a helyeken, ahol sokan élnek hátrányos helyzetben, mondta el Vinnai Győző, országgyűlési képviselő. Ez az egyik legfontosabb időszak a 3 és 6 éves kor között. Kialakul a személyisége, kialakulnak a magatartásbeli szokások, a kulturális szokások, iskola előkészítő szakasznak is szoktuk hívni, és azért örülök, hogy Magyarországon a gyerekek, a 3 éves kor fölötti gyerekek 96%-a óvodába jár. A politikus hozzátette, a megújult óvoda és a Tiszavasváriban elkezdődő egyéb fejlesztések jelentősen növelhetik az itt élők életszínvonalát és a város megbecsülését. Fontos, hogy itt egy járásközpontban komoly fejlődés legyen, és a gyerekek 24. századi feltételek mellett járhassanak óvodába, hiszen több mint 30 éve adták át ezt az óvodást, és most sikerült közel 300 millió forintból teljes körülön felújítani. De emellett elindult egy infrastruktúrális program, egy képzési program, tanúszodát szeretnénk építeni, van egy zöldváros program, és előttünk vannak az új TOP pluszos programok, új uniós források, amelyben ha jól együttműködünk, ha jól összefogunk, akkor Tiszavasvár egy olyan fejlődő pályára állhat, amely példát jelenthet a környező településeknek, és igazi járásközpont lehet. Tiszavasvári óvodája több mint 260 millió forintos Európai Uniós támogatással összesen csak nem 300 millió forintból újult meg.